Ünnepi tavaszi árverésünkbe 70. jubileumi aukciónkat átmegát járja a tavasz szellője, hogy így mondjam. Számtalan olyan ékszer, tavaszi viseletet válogattunk a mostani kollekcióban, kifejezetten az évszakhoz illesztettünk. A festmény alapvetően ugyanúgy áll össze, ahogy máskor is, közel 300 évnyi festészet történeti tárgyi emléket soroltunk ebbe a katalógusba most. Az antik képeknél elsősorban arra koncentráltunk, hogy neves alkotók művei kerülhessenek be. A magyar festőszet történet szempontból legizgalmasabb időszak a 10-20-as évekből pedig azokra az egyedi kiemelkedő művekre koncentráltunk, amelyek eddig nem voltak ismertek a piacon, lappangó, igazi gyűjtői darabokat válogattunk be. Emellett fontosnak tartottuk, hogy kortárs anyag is úgy jelenjen meg, hogy befektető és gyűjtői szempontból is izgalmas anyag álljon össze. Jellemzően főműveket gyűjtöttünk. A festészeti nap, vagy a festészeti anyagot feldolgozó anyagunk egyik kiemelkedő csúcsdarabja és pont a tavasz témát dolgozza föl. Erdély Béla egyik kimagasló, egyik főművének tekinthető tulipánfát vagy mongóliafát ábrázoló alkotása, amely 10-20-as években készült, és Erdély Bélának az egyik legszebb, legizgalmasabb időszakát mutatja be.